Hát ez a szél a mi játékunkat, meg a rossz talajú pálya az erősen befolyásolja. Mi passzolós csapat vagyunk, passzolós játékot játszanánk, ha engedi, hát a szél, ez a legrosszabb, inkább hó, vagy bármi más, csak szél ne legyen. Hát most ez volt, ebbe kellett játszani, ebbe kell nyerni. Most igazából kifogásokat, ha kikaptunk volna, hanem itt nagyon nem lehet. Ez van, itt kell nyerni. Szombaton labdarúgásra alkalmasnak, csak erős jóindulattal mondható időjárási körülmények között fogadta a Híd SC az Izsáki Sárfehért. Az első félidőben a szél a fehérmezes hazai csapatot támogatta, akik a 13. percben Balaskó Iván jóvoltából megszerezték a vezetést. A félidő derekán egy hosszú előreívelést követően Gyenei növelhette volna a baracskaiak előnyét, ám ajtóablak helyzetben hibázott. A szünet előtt a hazaiak 16-osán belül történt vitatható szituáció után vörös játékvezető nem ítélt büntetőt, amit az izsákiak erősen kifogásoltak. A fordulást követően mindenki azt gondolta, hogy ezúttal már a szél támogatását élvező vendégek fognak fölényben játszani, de nem ez történt. Balaskó Iván az 52. percben egy védhetetlen szabadrugás gólt lőtt a jobb felső sarokba, majd 6 perccel később közelről Tóth Árpád is betalált. A kissé enervált izsákiak legnagyobb lehetősége egy többször is megpattant lövés volt, amit Székely a kapu fölé tolt, a hátralévő időben azonban az eredmény már nem változott. A Híd SC 3-0-ra magabiztosan nyerte a találkozót, még ha Vanó Sándor a kispadon nem is volt végig nyugodt. Hát én úgy gondolom, hogy az első gólig azért csak nyugtalankodtam meg, hát végül is a 2-0 is, mikor berúgtuk a második gólt, azért nem volt túl megnyugtató, mert a 2-0, mint tudjuk, az veszélyes eredmény, és azért ez az Izsák egy jó csapat. Amikor már a harmadik bent volt, akkor már tényleg megnyugodtam. Hát valóban a küzdelem dominált, de azt hiszem ez a néhol orkán erejű szélben nem is lehetett igazán folyamatos játékot kialakítani. Ennek ellenére úgy érzem, hogy amikor nem minket támogatott a szél, akkor nyújtottunk jobb teljesítményt, és a második fél időben volt egy 10 perces rövid zárlat, úgy érzem, amit keményen megbüntetett a Híd csapata. Összességében azt gondolom, hogy megérdemelten nyertek. Ha nem is maximálisan, de a nagybaracskai csapat az első félidőben kihasználta a szél támogatását, a Sárfehérnek azonban a második játék részben ugyanez nem sikerült. A mi értekre a csapat edzője is csak kereste a válaszokat. Ez jó kérdés, bennem is ez megfogalmazódott már a második fél alatt is. Én valóban úgy éreztem, hogy a második fél időben majd, ha a szél minket támogat, akkor jóval több helyzetet tudunk kialakítani. Azt hiszem néhány szögletig jutottunk, és talán egy ilyen keresztbe pattogós labdán kívül igazán komoly kialakított helyzetünk sajnos nem is volt. Ez számomra is talány. Gréci Gábort továbbá az is bosszantotta, hogy csapata több pontrugást követően kapott gólt. De ami az egyik oldalon bánat, az nyilván a másikon öröm. Ez már nem az első ilyen gólunk itt a bajnoki mérkőzéseken, és én a természetes, a Balaskó Ivánnak a rúgó technikáját azt mindenki ismeri, aki jártas a labdarúgásban, az én úgy gondolom, hogy nála ezeken a 20-25 méteres pontrúgásokon az majdnem tuti, de én azért annak a sakmat gólnak igazából ugyanúgy tudok örülni, mint a pontrúgásnak. Először is vannak még véletlenek, a viccet félretéve, most nem a disznóvágáson vagyunk, ugye. Nagyon örülök, hogy nyert a csapat. Igazából arra készültünk, hogy dominálni fogunk a játékban, sajnos a szél az elég erősen közbeszólt. Az első gólom az úgy alakult, hogy a Somogyi Zoli egy hatalmas bedobó, mint tudjuk mi az ellenfél szerencsére, vagy óriási bedobással hozott helyzetbe az ötösön belül, sajnos rosszul vettem el a labdát, de gyors helyzetfelismerésre és spiccel el tudtam lőni a kapus mellett, és kapufára bement, hát borzasztóan örültünk neki, hogy megszereztük a vezetést. A második gólon a Tóth Árpi kapott egy szenzációs labdát, két ember ellen megcsinálta a 2-1-es hátrányos szituációt, de a védő lerántott a szabadrugás, azt meg általában 20-25-ről elég pontosan szoktam elvégezni, szerencsére most se történt másképp, és nagyon örülök neki, hogy 3-0-ra nyertünk. Kicsit beragadtatok a tavaszi rajtnál, de vajon ledolgozható ez a 9, illetve 12 pontos hátrány szerinted a hátralevőkben? Mindent megteszünk, hogy így legyen. Igazából külső körülmények is közre játszottak, azt kell, hogy mondjam. Sajnos, amíg az ellenfél csapatai kapnak 4-5-6-11-eseket, amíg a mi
A mi javunkra megítélhető 11-esből egyet se sikerült a játékvezető sportásoknak megítélni. Nyilván erre nem lehet fogni. Amíg megvannak a helyzetek, addig csak magunkat okolhatjuk. Hát megteszünk érte mindent. Reméljük, hogy azért ellenfél csapata is foglalnak botlani. A Solt és a Soltvadkert, hát bízunk benne, hogy mi meghozzuk, amit tudunk, meg ami elvárható ettől a brigádtól. Hát ez nagyon nagy munka, és valóban leragadtunk. Amilyen jó volt a felkészülési mérkőzésünkön a csapatnak a teljesítménye, úgy valami, hát én úgy érzem, hogy megültünk egy picit, és utána görcsössé vált a csapat, annak ellenére, hogy ezek azért profi játékosoknak mondható, de természetesen ők is emberek, nem gépek. Én azt gondolom, hogy itt az első 6-7 csapat annyira egyforma képességű csapat, hogy itt bárki bármikor bárkit megverhet, és nem beszélve arra, hogy nálunk volt hullámvölgy, azért ott a többi csapatnál is ugyanúgy bekövetkezhet. Én bízok benne, csináljuk a dolgunkat. Azt gondolom, hogy a kedélyek kezdenek megnyugodni. Nekem ma nagy örömet szerzett a csapat, az ellenszurkolóknak meg gondolom nagy bánatot. Az ellenszurkolók azért mégse csüggethetnek annyira. A riválisok közül a Solt és a Soltvadkert is győzött, így a Solt továbbra is 3 pont előnnyel vezeti a tabellát a Soltvadkert előtt, akiket további 9 pont lemaradással követ a Híd SC. Az Izsák vereségével egy helyet lecsúszva pillanatnyilag a 7.